Kedves vendégeink, nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit, fiatalokat, pedagógus kollégákat itt a Kutatók Éjszakáján a 2014-es rendezvényén, EGRI rendezvényén. Az Eszterházy Károly Főiskola 8. alkalommal csatlakozott az országos kezdeményezéshez, és idén 166 oktató és kutató közreműködésével több mint 200 program várja az érdeklődőket intézményünkben. Minden karon, minden épületben megismerkedhetnek vendégeink az ott folyó kutatásokkal, illetve beszélgethetnek kutatóinkkal munkájukról, eredményeikről, hétköznapjaikról. Hiszen ezen esemény deklarált célja, hogy megváltoztassa a kutatókról kialakult általános képet, és vonzóvá tegye mindenki számára a kutatói pályát. Idén bemutatkozási lehetőséget kapnak a tudományos diákkörökben hallgatóként dolgozó fiatal kollégáink is, a tudományos kutatók következő generációja. Minőségi ismeretterjesztés és szórakozás egyszerre, ezt jelenti tehát a Kutatók Éjszakája, mely évről évre egyre több látogatót vonz ingyenes programokkal, érdekes látnivalókkal és máskor nem látogatható különleges helyszínekkel. A rendezvény folyam hivatalos megnyitására most felkérném intézményünk tudományos és nemzetközi ügyekért felelős rektorhelyettesét, dr. Ollé János urat. Tisztelt vendégeink, kedves kollégák, szeretettel és tisztelettel köszöntök én is minden jelenlévőt a Kutatók Éjszakája rendezvényünkön. Ahogy betekintenek a líceum belső udvarába, lehet látni, hogy még nincs éjszaka, tehát valójában egy egész napos rendezvényről van szó. A főiskola mindig nyitott kapukkal várja a hozzánk betérő vendégeket, érdeklődőket. Ez a nap abból a szempontból különleges, hogy talán még egy picit tágabbra nyithatjuk ezt a kaput, és szívesen látunk mindenkit a már most reggel elindult programokon. A tudományos kutatás egy küldetés. Küldetés az intézménynek, és küldetés az egyénnek, a kutatónak is. Az intézmény tevékenység repertoáriában az oktatás, a fejlesztés, innováció, társadalmi szerepvállalás mellett a kutatásnak nagyon fontos szerepe van, különösen akkor, hogyha minőségi tudományos kutatásról beszélünk, hiszen ez az összes említett területre komoly hatással van. Küldetés az oktató-kutató egyéni szerepvállalásában is, hiszen a kutató számára a kutatási tevékenység egy komoly kihívásokkal teli nehéz feladat. Kutató életpálya során komoly ellenfelekkel, nem egyszer ellenségekkel kell megküzdeni. Itt olyasmire kell gondolnunk, mint a hiúság, a félelem, a minőséggel, minőségi hiánnyal kapcsolatos kiegyezés, illetve számos olyan nehéz döntés, ami az egyéni életvezetésben gyakorta megjelenik. De a kutatót természetesen barátok is elkísérik ezen a nehéz úton, például a kikezdhetetlen kíváncsisága, hogy megismerje a világ és a társadalom jelenségeit, hogy magyarázatot találjon arra, amit őt körülveszi. Hát egy kutató életpályába is betekintést kapnak a mai napon, de valójában ez a rendezvény, ez az egésznapos programsorozat három ilyen produkciót kínál minden ide látogatónak. Egyrészt a főiskola nemzetközi, hazai szinten elért tudományos kutatási eredményeibe kapnak betekintést, de érthető interaktív előadásokon, gyakorlati foglalkozásokon keresztül ismerhetik meg azt, hogy milyen kutatási eredmények születnek itt. Másrészt megismerkedhetnek azzal a környezettel, ahol a kutatók ezt a kutatási eredményt, ezeket az eredményeket elérik. Ugye ez azért fontos, mert a társadalmi hétköznapokban kialakult egyféle kép, hogy a kutatók általában egy alaksori laborban remeteként elhúzódó, visszaforduló, befelé forduló életmódot élő, picit ilyen őrült figurák. Ma láthatják, hogy a kutatók többsége hétköznapi ember, megismerhetik azokat a laborokat, környezeteket, könyvtárakat, ahol a tudományos kutatási eredmények születnek, illetve megismerkedhetnek magával a kutatóval is. Itt a rendezvény során 166 kollega vállalta azt, hogy különböző színes programokkal, eseményekkel várja a hozzánk látogatókat. Összesen több mint 200 ilyen eseményre kerül sor a mai napon. Én ezúton is szeretném megköszönni nekik, hogy vállalták ezt a feladatot, és így a társadalmi szerepvállalás keretei között még tágabbra nyithattuk a kaput, ez nélkülük biztosan nem sikerült volna. Én szeretném megköszönni Leskó Gabriellának is a szervezést, azt gondolom, hogy egy nagyszerű program állt össze, és bízom benne, hogy az éjszakában, amikor visszatekintünk erre az egész napra, akkor mindannyian elégedettek leszünk.
illetve köszönettel tartozunk még Grebej Gergőnek és csapatának, akik nélkül ilyen zökkenőmentesen, jó szervezetten aligha működhetne ez az egész napos rendezvény. Itt számos érdekes esemény és program jelenik majd meg, de szeretném felhívni a figyelmüket egy október 1-én bemutatásra kerülő online kezdeményezésre is. Egyedi Gondolatok Társasága címmel elindítunk egy közösségi blogportált. A főiskola újjáalakuló, megújuló online rendszerében ez kiemelt szerepet, kitüntetett szerepet kap majd. Ez egy olyan online közösség lesz, ahol az intézményünkben kutatási tevékenységgel foglalkozók egyféle blogközösségként működnek, megosztják egymással gondolataikat, ötleteiket, problémáikat, beleértve egészen a tudományos diákköri munkát végző hallgatótól a professzorokon keresztül bezárólag. Október 1-e után érdemes keresni a főiskola weblapján, azt gondolom, hogy érdekes bejegyzések készülnek, mindenképpen érdemes akár többször is visszalátogatni. A mai napon a megnyitót úgy terveztük, hogy megszólítjuk a különböző kutató generációkat, megszólítjuk és azt a kérdést tettük fel nekik, hogy mi a tudomány. Erre fognak választ adni a gyakorlóiskolában tanulók, a tudományos diákköri műhelyben dolgozók, doktorjelölt kollégánk, illetve kutató professzor kollégánk, aki történészként érkezik majd közénk. Én át is adnám nekik a szót. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek, és hát sikeres, tartalmas, izgalmas találkozásokkal teli vidám, szép napot kívánok mindenkinek. Köszönöm, hogy meghallgattak. Te tudod, ő tudja, mi tudjuk. Akkor most mi mindjárt egy kicsit tudósok vagyunk? Talán igen. De valljuk be őszintén, hogy a tudomány mindnyájunknak mást jelent. Minden generációnak mást jelent. Ahogy rektorhelyettes úr is mondta, kollégáink, hallgatóink megpróbálják egy kicsit összefoglalni, hogy számukra mit jelent a tudomány, milyen a viszonyuk a tudományhoz. Elsőként a legfiatalabbakat, két gyakorlóiskolás képviseli, akik még csak most ismerkednek a tudomány különféle ágazataival. Hörömpöli Zsuzsanna, 7. osztályos diáknak adnám át a szót, hogy elmondja számára, mit jelent a tudomány. Sok gyerek számára a tudomány leginkább a tanulást jelenti, ahogy nekem is ezt jelentette, amíg át nem jöttem az Eszterházi gyakorlóiskolába. Itt már a kísérleteket jelenti, mint például kémiából a magnéziumszalag égetést és fizikából a kölcsönhatások bizonyítását. Földrajzból már nagyon várom, hogy kőzeteket elemezzünk. Kémiából karamellt is csináltunk, ami a magnéziumszalaggal szemben kellemes illatú volt, de nem kóstoltuk meg, mert idén már megtanultuk azt is, hogy a laborban semmit nem szabad enni, mert minden mérgezőnek számít. Számomra a tudomány megmagyarázhatatlan. Egy kérdés. Egy olyan kérdés, amit ha megfejtek, még több kérdéssel találom magam szemben. Mindennapi. Olyannyira természetes, hogy szinte észre sem veszem, hogy benne élek. Számomra a tudomány a 45 perces fizika óra, a telefon a zsebemben, a számítógép az asztalomon, a fényképezés, a gondolkodás, a férfiak és persze nagymamám időjárás előrejelzése is egyben. A tudomány kíváncsivá tesz, motivál, alkot, megtéveszt, csalódást okoz. Majd mindezt újra kezdi előről. A tudomány vihet előre, de hátráltathat is. Lehet jó és rossz, hasznos és gyilkos. A tudomány maga az élet. Számomra a tudomány a világ, amiben benne élek. Köszönjük szépen a legfiatalabb generáció képviselőit, és itt van velünk Gend úr Aliz, aki kiválóan szerepelt az Országos Tudományos Diákköri Konferencián, és most intézményünk angol-magyar MA szakos hallgatója. Átadom most számára a szót. Üdvözlök mindenkit! Egy kis kiigazítást szeretnék tenni angol és történelem
tanárszakos hallgató vagyok a főiskolán, és jelenleg a Dobó István gimnáziumban végzem a külső tanítási gyakorlatomat. Ott tettem föl a kérdést az egyik osztálynak, ahol tanítok, hogy számukra mit jelent a tudomány, mi jut eszük be erről a szóról. Elég sajnálatos eredményre jutottunk, csupa olyasmit mondtak, ami már nagyon régen volt. Mondták a régi tudósok neveit, mondták a fizikát, kémiát, és hozzátették, hogy ezeket ők nem értik. Mondták például a Nobel-díjat, ez is egy nagyon-nagyon régi dolog annak ellenére, hogy minden évben adományozzák ezt a díjat kiváló tudósoknak. Nem említették viszont sem a történelemtudományt, sem a nyelvészetet, nem említettek semmiféle bölcsésztudományt, ami számomra elég fájó, ugyanis ezen a területen kutatok. És közösen arra jutottunk, hogy szerintük tehát a tudomány egy érthetetlen, nehéz, régi valami, amit többnyire férfiak szoktak csinálni. Tehát a tudomány nem fiataloknak való. Én most ezt szeretném megcáfolni, és egy kicsit, hogyha nem gond, akkor én ide jönnék. Szerintem a tudomány egyáltalán nem régi. A tudomány nagyon is aktuális, ahogy már az előttem szóló is elmondta, hogy a tudomány körülvesz minket. A tudomány minden, amivel találkozunk mostanában, tudomány a hajszárító, tudomány a hűtőszekrény. Ugyanúgy tudomány a telefon is például a zsebekben, és ez a számítógép is itt, ahogy ezt már hallhattuk. Viszont tudomány nagyon sok olyasmi is, amit nem érzékelünk a mindennapi életben. Tudomány például az, hogy megtanultunk beszélni. Ezt a nyelvészet kutatják azt, hogy hogyan működik az agyunk. Kutatnak egy csomó olyasmit, amit nem kézzel fogható. Ez többnyire a bölcsészet dolga, és többnyire az én dolgom is lesz majd később, de részben most is az. Ez a TDK, amit látnak kiírva, ez a tudományos diákkör. Minden főiskolán és egyetemen működik, és vannak belőle országos versenyek is. Ezeken az országos versenyeken sok fiatal kutató, sok fiatal tudós hozzám hasonló fiúk és lányok jönnek össze, hogy előadják a kutatási eredményeiket. Tehát a kutatások, amiket itt előadunk, tanítanak minket különböző dolgokra. Tehát egy kutató sosem csak a saját szakterületében jártas, hanem megismerkedik más szakterületekkel is ezeken a konferenciákon többek között, illetve más hasonló konferenciákon is. Tehát a tudomány az mindenképpen egy olyasmi, amit a fiatalok is tudnak csinálni, nem pedig öreg emberek könyvtárakban, vagy pedig kutatólaborokban. A tudomány szerintem, nem arra a kérdésre szeretnék elsősorban válaszolni, hogy mi az a tudomány, ezt el lehet olvasni mindenféle lexikonokban és enciklopédiákban. Én inkább arról beszélnék, hogy milyen az a tudomány. A tudomány az mindenképpen érdekes, hiszen mindenkinek van valami, ami őt érdekli. És hogy például, hogyha érdekelnek az ízeltlábúak, akkor a biológia tudományához fordulsz. Tehát mindenki megtalálhatja a neki szimpatikus tudományágat, és ez nem csak a kémia és a fizika hangsúlyoz, amit nagyon sokan nem értedek, hanem a történelem tudomány is például egy ilyen tudományág. Ugye, tehát mindenkinek vannak hobbiai, ezek besorolhatók a tudományba. A tudomány nagyon hasznos is, ahogy ezt már az előbb felsoroltuk, hogy mi mindenre jó a tudomány, milyen eredményeket értek el. A tudomány az egy komoly dolog is, tehát nem csak szórakoztató, nem csak vicces, hanem nagyon sokszor nehéz és nagyon sokszor fárasztó. Hajnal 3-ig kutatni valamit, aztán egy kicsit aludni, újra kezdeni, ez mind a tudományos kutatásnak a része, de természetes része. Tudomány, a folyamat, a kutatás az ugyanakkor végtelen is, ahogy már szintén elhangzott előttem, hogy az egyik eredmény elvisz a másik kérdésig, és így tovább, és így tovább. Tehát igazából befejezni nem lehet, csak abba hagyni, félbehagyni. Még amit szeretnék mondani, és nagyon fontos, ez a TDK-hoz kapcsolódik, hogy a TDK-nak az elődje, fiatalabb korosztályoknak az OKTV középiskolákban, az is tudomány lényegében. Tudományos ágakban méretethetitek meg magatokat, ezzel élni kell. Hogyha eljöttök főiskolára, eljöttök egyetemre, akkor mehettek tovább TDK-körökbe. És ezek nagyon jók, hiszen mindenkit közelebb vihet a tudományhoz, ami most még esetleg kicsit ijesztőnek tűnik, de igazából nem az, sőt olyankor egészen szórakoztató. Én így ennyit szerettem volna mondani, és köszönöm szépen a figyelmet. Remélem, hogy nagyon sok tudós kerül ki majd közületek a későbbiekben.
Köszönjük szépen Aliznak a biztató szavakat, és most jöjjön egy ifjú hölgy, ismételten egy doktorandusz hallgatónk, Racskó Réka, aki a Neveléstudományi Doktori Iskola hallgatója, és egyben a Humán Informatika Tanszék tanársegédje, ő is arra vállalkozott, hogy összefoglalja saját viszonyát a tudománnyal. Köszönöm szépen a szót, és én készültem egy kis prezentációval is, amit remélem, hogy nem tudom, hogy milyen sorrendben van. Aha, itt van. Hát én PhD hallgató is vagyok, ami tulajdonképpen egy tudományos doktori fokozatot jelent, de nem ezzel szeretném most a társaságot sokkolni, hanem inkább egy fogalomtérképet, vagy hát egy ilyen címkefelhőt mutatnék, ami talán egy sokak által ismert, vagy hát lehet, hogy kevésbé ismert zenekar, a Tudósok zenekar egy 93-as albumában jelent meg. Az volt az album cím, hogy Ne adjad az agyad, amihez jól kapcsolódik az, hogy mi is a tudomány valójában. Megkérdezték ebbe a zeneszámban, ez egy underground és progresszív zenével foglalkozó zenekar, megkérdeztek különböző embereket, hogy mit értenek tudomány alatt. És hát ebből csináltam én ezt a címkefelhőt. Tudomány alatt van, aki azt érti, hogy a társadalom alapja, van, aki azt mondja, hogy a tudománynak semmi értelme, van, aki azt mondja, hogy ez őt pontatlan és zavarja, van, aki az oktatást érti alatta, mert ha nem lennének iskolák, akkor nem is tudnánk semmit. Van, aki azt mondja, hogy tudomány az, hogy hogyan kell jól élni, hogyan kell fotelban kávézni, parkban sétálni, és így tovább. És hát van, aki azt mondja, hogy a tudomány az munka, és hát én sokat dolgozom. És hogy ehhez egy kicsit kapcsolódjak, és a doktori témát bemutassam, talán ez az ábra jól mutatja azt, hogy mi lehet most a mi fejünkben, mint doktorandusz vagy végzett doktorok. Hát így néz ki egy tipikus doktorandusz agya, legalábbis a bizonyos infografikák szerint, százszoros nagyításban. Hát látjuk, hogy olyan területekből áll, mint a közösségi és társasági élet, ami meglehetősen pici szeletét teszi ki a mindennapi életünknek. És hát látjuk, hogy azért a tézisek, a tudományos kutatás és a publikálás körül forog az agyunk a nagy részben. A nem kutatással töltött napok száma az egy egyre csökkenő számot mutat. Szinte az életünk mindennapi része lesz a kutatás. Hasonlóan egy csökkenő tendenciát mutat az elmaradt fesztiválok, elmulasztott randik és szülinapok észben tartásai, és hát az ezzel kapcsolatos élmények is. Viszont egyre nő az elmaradt feladatokat észben tartó terület. Hát az időszorítása az mindenképpen egy olyan része a kutatásnak, ami azért nagy motiváló erővel bír. És hát látjuk azért még egyéb képességekből is áll azért egy doktorandusz agya, például tud főzni többé-kevésbé, vagy például irigyli azokat a mérnök kollégáit, akik egyébként nagyon jól keresnek, és mással is tudják tölteni az időt, nem csak kutatással. De azért nem ennyire rossz a helyzet, tehát a tudományos munka és a doktori kutatás az egy nagyon izgalmas terület, és mindenki meg tudja találni azt hiszem azokat a területeket, amik érdeklik, és ami iránt elköteleződik az élete során. Végeztek is egy olyan kutatást, hogy a világ egészéből egy-egy doktori kutatás az mekkora szeletet jelent, és hát egy-egy kis porszem vagy kenyérmorzsa, amit tulajdonképpen az egy-egy kutató a munkája során nagyon mélyrehatóan megismertet. És hogy egy picit zárásképpen átvezessem egy másik területre is, és lássuk azt, hogy azért a kutatók is emberek, és a tudomány is valamennyire ember közeli dolog. Minden évben tesznek egy edge.org nevezetű oldalon egy évkérdését. Ez nem olyan, mint a gyakori kérdések.hu vagy az Ask.fm nálunk, hanem ez egy tudományos szakma által elismert fórum, Amerikában nagy népszerűségnek örvend, és minden évben, amit feltesznek kérdést és válaszolnak rá vezető lapok, főszerkesztői, Nobel-díjas kutatók, azt kiadják egy könyvben is. A tavalyi év kérdése, amit még most itt nem látunk, de mindjárt el fogom mondani, az
az volt, hogy mitől kell félnünk a jövőben, mi lesz a legnagyobb félelmünk. Ilyen válaszokat adtak, hogy közösségi hálózat, attól kell félni, hogy elidegenedünk egymástól, és így tovább. Míg 2014-ben azt a kérdést tették fel a kutatóknak, hogy milyen tudományos nézetet küldjünk nyugdíjba. Mi az, ami már elavult, amire már nincs szükség, ami már azért nem annyira napra kész. És milyen válaszok születtek, talán ez lesz a legérdekesebb. Azt mondták, hogy a fizikai alaptörvények lesznek azok, amit nyugdíjba kell küldenünk. Az evolúciós elmélet, az, hogy az ember hogy alakult ki, az már talán egy picit elavult, és az ilyen különböző gazdasági és informatikával kapcsolatos nézetekben már nagyon sok olyan valamit le lehetne nyugdíjazni. Hát remélem, hogy azért engem még nem küldenek nyugdíjba, de jövőre be tudok arról számolni, hogy mi lett ennek a végeredménye, és milyen mi lesz a következő év kérdése. És én szeretném is megköszönni a figyelmet, remélem, hogy tetszett, és tudtam érdekeset mondani. Köszönöm. Szerintem a nyugdíjazás még nyilván nem fenyegeti sem Rékát, sem az itt felszólaló fiatal hölgyeket, akik előtt emeljük alapunkat, hiszen ugye eddig arról volt szó, hogy a tudományos munka az egy férfias szakma, ehhez képest a hölgyek képviseltették most itt magukat nagyobb létszámban, és fogalmazták meg gondolataikat, hogy a férfiaknak úgymond a mundérbecsületét most egy kicsit megmentsük, ismételten átadnám rektor helyettesnek a szót, ugyanis paptanár urat várjuk még ide, de ugye egy jó tudós az órát ad, ahogy ezt ő teszi most is, úgyhogy addig rektor helyettes is összefoglalja gondolatait, még összekapargatja, úgy gondolom, hogy van még jó néhány a tudománnyal kapcsolatosan, nem csak az, amit a bevezetőjében elmondott, addig várjuk, hogy paptanár úr is befusson, hiszen ő is készült erre a mai alkalomra. Köszönöm szépen a rögtönzött lehetőséget. Hát én azt gondolom, hogy egy jó kutató szolidáris is, és Pap József tanár úrral most valamennyire azért empatikusak lehetünk, hiszen ő éppen a történettudományi doktori iskolába tart egy órát, tehát ebből is jól látszik, hogy egy tudományos kutatónak a hétköznapjai azok nem a laborban felettébb haszontalan dolgokkal telnek el. Azt gondolom, hogy egy kutató egész nap kutató, tehát a kíváncsiság meg a világ megismerése az nem szűnik meg, talán egy-egy pillanatra, amikor ennél fontosabb dolgok foglalkoztatják az ember, de valójában ez egy permanens folyamat. Nemrég egy rádióbeszélgetésben megkérdezték tőlem, hogy én például, hogy lettem kutató, tehát hogy jött az, hogy egyszer csak azt gondolom, hogy nekem kutatóként kellene társadalom számára valamilyen szinten hasznosnak lennem. És hát elmeséltem azt, hogy én neveléstudományi kutató vagyok, ez úgy alakult ki, hogy nem értettem, hogy mi zajlik az iskolában. Tehát nem értettem, hogy miért úgy zajlanak az események, miért úgy zajlik egy óra, és hogy mi annak az oka, hogy mi mind ilyen teljesen természetellenes és rendellenes módon ülünk, sokáig csöndbe kell lenni, ami ugye nem egy szerencsés dolog. És hát elkezdtem ezeket a jelenségeket megkérdezni a pedagógusoktól is, ami ugye nem volt túl népszerű dolog, tehát a döntő többség ezt nagyon elutasítóan fogadta, mondván, hogy hát itt ez a szokás, és hogy hogyan ide ez a középiskolás kis elsős, akit megkérdezi, hogy miért így van az óra, miért nem úgy, meg hogy miért nem így tanítunk, miért azt csinálja, miért nem így. Hát utána megtanulták, meg megszokták, hogy én ilyen típusú figura vagyok, és eltelt egy-két év, utána már határozottan emlékszem, hogy volt egy-két pedagógus, akivel lehetett erről beszélni. Tehát látták, hogy ez a nem szűnő kíváncsiság, ez nem valami fegyelmezetlenség, hanem inkább egy felfokozott érdeklődés, és hát utána szóba álltunk, és többször szünetekben, óra végén elbeszélgettünk, így utólag ma már úgy gondolom, hogy főleg módszertani és osztálytermi értékelési kérdések voltak, és én ezért tulajdonképpen nagyon hálás vagyok nekik, hogy nem elnyomták, hanem egy idő után partnerként kezeltek ebben, és segítették ezt az irányt kibontakozni. Ez a jelenségkutatás azóta sem szűnt meg, tehát azóta is engem kutatóként elsősorban az érdekel, hogy egy folyamat hogyan alakul, egy látható szituáció, főleg a neveléstudomány egy komplex összetett jelenségvilág, ráadásul egyszer és megismételhetetlen jelenségeknek a sorozata. Nem lehet kétszer ugyanazt a szituációt előállítani, nincs két egyforma ember, osztályterem, iskola, tehát egy nagyon összetett világnak a kultúrájáról, ennek a szabályszerűségeiről, ennek a megismeréséről van szó. Ami hát nem szűnik meg, tehát egy folyamatos kíváncsisággal él együtt az ember, ami hát nyilván nem mindig könnyű kezelni, de azért alapvetően egy életvezetés erre felépíthető.
Én tudományos kutatóként talán én felsoroltam itt néhány ellenfelet és ellenséget nagyon röviden. Itt a kutatók számára például a hiúság az egy olyan dolog, hogy azzal azt gondolom, hogy rendszeresen meg kell küzdeni. Annál is inkább, mert ez egy társadalmi feladat, vagy egy társadalmi szerep, amit vállalunk, és hát sokszor lehet látni, hogy beleesnek kollégák abba a csapdába, hogy a tudományos kutatás, mint hogyha valamilyen magánügy lenne, nem pedig a közösségnek az ügye. Mint hogyha valami egyéni érdeklődés, amihez hát kap az ember kutatólabort kollégákat, de igazából nem, mintha elfelejtené, hogy itt valamilyen társadalmi szerepet vagy feladatot kap, és hát úgymond tartozik azzal a közösségnek, aki ezt a feladatot rábízta, hogy információkat, akár kutatók éjszakája, rendezvényen belül érthető formában visszaad, hogy ő mire jutott, hogy látja a világot. Tehát szerintem ez egy ilyen démon, amit rendszeresen el kell űzni, vagy meg kell küzdeni vele. És hát nagyon könnyen lehet kompromisszumokat is kötni önmagunkkal, meg a környezettel. A doktori iskola tanévnyitóján én azt a példát hoztam, hogy ha én egymagam leülök egy szobába, akkor jó eséllyel én vagyok a szobában a legokosabb ember. Azt gondolom, hogy én értek legjobban a kutatott szakterülethez. Hát ha nem bújt el ott senki valaki a függöny mögött, akkor biztos, hogy én értek hozzá legjobban. De hogy elkezdem ezt a kört tágítani, és mondjuk már többen vagyunk annak a szakterületnek a kutatói, például mondjuk van egy félévi műhelykonferencia, amin beszámolunk, akkor azért ez már egy tágabb kör, és ebben a tágabb körben már kapok reflexiókat, visszajelzéseket. Sokan megállnak itt, mások egy picit tovább lépnek, és elindulnak egy országos szint felé, de azt gondolom, hogy a tudomány, a tudományos közösség az valójában nemzetközi közösség. Tehát ha egy magányos szobában ülő ember el tud jutni oda, hogy egy nemzetközi porondon is megjelenik, és ott is elmondja a téziseit, nézeteit, kutatási eredményeit, azt gondolom, hogy ez egy olyan igazi kutatóvá válási pillanat vagy folyamat, ami egyébként egy felejthetetlen élmény. Tehát az első nemzetközi konferenciát én például soha nem fogom elfelejteni, az ott érkező impulzusokat, hogy a világ más tájáról érkező emberek is ugyanezekkel a kérdésekkel foglalkoznak. Az ember, ahogy egyre mélyebben egy adott területen egyre jobban specializáltabb kérdésekkel foglalkozik, egyre inkább egyedül marad a hazai közösségben, ugye egyre kevesebben tudnak lépést tartani ezzel. De aztán, ha elindul egy nemzetközi tér felé, akkor ez a világ ismét kitágul, és rájön, hogy hát ugyanezen a területen mások is ugyanezeket a kérdéseket boncolgatják, és szerintem ez egy fantasztikus érzés. És hát ami az egyetlen barát, amit én kiemelnék, ez az el nem múló kikeszthetetlen kíváncsiság szerintem, hogyha ezt engedjük szabadjára, és sikeresen küzdünk a démonokkal, az ellenfelekkel, akkor azt gondolom, hogy minden rendben lesz. És időközben megérkezett Pap József tanár úr, úgyhogy szerintem át is adhatjuk neki a szót, és kíváncsiak vagyunk, hogy egy doktori iskolából ideérkező történész-kutató kollega milyen választ ad arra a kérdésre, hogy mi a tudomány. Köszönöm szépen. Tisztelt kollégák, hallgatók, diákok, elég nehéz erre a kérdésre válaszolni, főleg úgy, hogyha az előzetes felkonferálás alapján, vagy felkérés alapján 6-7 perc áll az ember rendelkezésére, és mondjuk egy a középiskolás társaság számára készül föl. Alapvetően két nagy dolgot emeltem ki, azon túl, amit az előbb elcsíptem, azzal tökéletesen egyetértek. Két dologról szeretnék igazából ezentúl beszélni. Az egyik az, hogy milyennek is kell napjainkban egy kutatónak lennie. Azt tudjuk, hogy milyennek kellett lennie a történelmi múltban egy kutatónak, általában ilyen elefántcsontoronyban zárkózott embert képzelünk el. Itt az elefántcsontorony alatt értem azt is, hogy a kutatók elefántcsontornyába zárkózott ember, tehát a kutatók közösségének elefántcsontornyába zárkózott ember. Ez egy szép és jó életcél, de sajnos a mai világ nem ezt várja el tőlünk. Szinte ilyen szellemi értelemben vett szupermeneknek kell lennünk,
akik gyakorlatilag minden téren kiválóan teljesítenek. Ugye hát nyilvánvalóan kiváló elméknek kell lennünk, akik rájönnek arra, hogy mi is a trend a mai világban a kutatás szempontjából, és olyan klasszikus kutatói erényeket fel kell vonultatnunk, tehát tudósoknak kell lennünk a klasszikus értelemnek megfelelően. Emellett azonban nyilvánvalóan kiváló íróknak is kell lennünk, hiszen a kutatásainkat el kell juttatnunk a célközönségnek, ehhez viszont írói vénával is rendelkeznünk kell, tehát kell bennünk lenni egy kis Jókainak, egy kis Mikszátnak, vagy egy kis Móricznak, kinek milyen a saját írói stílusa. Tehát a stíl is a miénk, ez talán még korábban is így volt. Emellett humoros előadónak is kell lennünk, hiszen ezeket a tudományos eredményeket, amelyeket nagy munkával előtárunk a különböző forrásokból, amivel dolgozunk, hát még humoros formában elő is kell adnunk, gyakorlatilag meg kell érintenünk a célközönségünket, és hát magával ragadó tanáregyéniségnek is kell lennünk. Mindamellett nem árt, hogyha értünk egy-két olyan dologhoz, amihez alapjában véve semmi közünk nincsen, tehát statisztikához, matematikához nem árt, hogyha egy bölcsész ért, hogyha arról van szó, hogy egy kutatási projektben vagy egy pályázatban részt vesz, akkor ott is megállja a helyét. Tehát a tudományban forgolódó ember napjainkban valóban egy ilyen elég jelentős szellemi kihívásokkal találja magát szembe. Azt is lehet mondani, hogy a szűk szakmai területén túl állandó önképzésben kell részesülni ahhoz, hogy megfeleljen a vele szembeni igényeknek. Bizony ez egy nagy terhet jelenthet mindannyiunk számára. Az, hogy hogyan dolgozunk, vagy hogyan dolgozik egy kutató, az szerintem életkortól függ alapvetően. Amikor elindulunk a kutatói pályán, akkor általában szinte mindenki abban gondolkodik, hogy ő lesz a nagy. Tehát szinte egy ilyen egyedi szereplőnek képzeli el magát. Gyakran kerülünk azzal idősebbként szembe, amilyennek mi voltunk fiatalok, hogy mi találjuk meg a spanyol viaszt, és mi vagyunk azok az egyedi emberek, akik annyira fontosak a tudományos életben. Ahogy azonban idősebbé válunk, akkor egyre fontosabb lesz számunkra az a szakmai közeg, ami körülvesz minket, tehát kezdünk kutatócsoportokat létrehozni, és kutatócsoportban foglalkozni. Rájövünk arra, hogy bizony-bizony az másokkal való együttmunkálkodás az olyan pozitívumokat ad számunkra, aminek segítségével tehát fönn tudjuk tartani az érdeklődést a tudományos világ iránt. És hát nyilvánvalóan inspirálás és továbblépésnek ez az útja és módja. Amikor pedig szeniorrá válunk, akkor pedig tanáregyéniségek lesznek belőlünk, ha eljutunk idáig, iskolateremtő emberek, akiket 70-80 éves korukban majd szép számú tanítványok ünnepelnek, és hogyha igazán nagyot alkotunk a tudományos életben, akkor bizony ez a tanítványi kör lesz az, amelyik majd fönntartja a hatásunkat. Most van azonban még egy dolog, ami talán így a kutatók éjszakájához, vagy ehhez az egész tudományos ismeretterjesztéshez kapcsolódik, hogy, és ezzel az elefántcsonttoronnyal, most itt a tudományos értelemben vett elefántcsonttoronnyal kapcsolatban értelmezem így, nagyon fontos a társadalmi szerepvállalása a kutatónak. Tehát mindaz, amiről eddig beszéltem, az alapvetően az oktatáshoz, a tudományos kutatáshoz és ehhez hasonló dolgokhoz kapcsolódott. De van egy olyan szerepünk, amit társadalmi szerepvállalásnak hívunk. Amihez egy nagyfokú bátorságra van szükség, ugyanis bizonyos esetekben át kell lépni azokat a határokat, amelyeken belül nagy bizonyossággal és biztonsággal mozgunk. Ki kell lépni a társadalom elé, és ki kell szolgálni az igényeiket, hiszen ők nem akármiért tartják a tudományt. Nyilvánvalóan vannak ennek olyan elvont céljai, hogy a tudós felfedezzen bizonyos dolgokat, amik majd az ő életüket könnyebbé teszik. De hát néha előadásokra, információkra, úgymond tudományos ismeretterjesztő formára is igényt tartanak tőlünk. És ez egy nagyon fontos szerepvállalás, hogy ennek a példáját onnan venném, hogy például van az orvostudomány.
Az orvostudományban kézzel fogható az, hogy az orvosnak el kell mondania azt az emberek, a társadalom számára, hogy bizonyos kérdések élet-halál kérdései. Be kell venni a gyógyszert, be kell adni a megfelelő oltásokat, mert ezen az embernek az élete múlik. Ugye láthatjuk, hogy most Afrikában milyen óriási problémákat jelent az, hogy az emberek valamiféle tudásból kiindulva visszautasítják azokat az orvosi eljárásokat, ami egy járványnak a megfékezéséhez szükségeltetik. Ilyenkor az orvos, ilyenkor a tudományos kutató ki kell, hogy álljon egy konfrontatív szerepbe, és mindent meg kell azért tennie, hogy saját maga által fontosnak tartott értékeket a társadalom számára átadja. És bizony ez egy konfliktus szituációt eredményez, amivel a tanteremben, a laborban nem találkozunk. Ha viszont ezt nem tesszük meg, akkor eláruljuk magát a társadalmat, hiszen a labornak a magányában tökéletesen tisztában lehetünk, vagy egy konferencia, egy tudományos konferenciának a tudományos magányában tökéletesen tisztában lehetünk azzal, hogy az embereknek mire van szüksége, csak nem merjük ezt nekik átadni. Bizony-bizony, amikor az ember átlépi ezeket a határokat, tehát ilyen tudományos ismeretterjesztő előadásokba megy bele, akkor ilyen konfrontatív szituációkat vállal föl, és minden egyes esetben, ez legyen történelem, irodalom, bármiféle tudomány, ki kell állni a tudománynak az elsődlegességéért, ki kell mondani véleményünket a úgynevezett tévtanokkal szemben, amikről tudjuk, hogy sarlatánság, annak ellenére is, hogyha ez komoly presztízs veszteséget jelent számunkra egy közönség előtt. Ez egy karakán szerepvállalást feltételez az egyén részéről. De azt hiszem, hogy a társadalom, a társadalmi elvárások, talán így tudunk leginkább megfelelni, hiszen minket nem csak azért tesznek azzal, amik vagyunk, hogy nagyon szép és nagyon jó elméleteket gyártsunk és egész életünkben tudománnyal foglalkozunk, hanem azért, hogy valami pozitív visszacsatolás is érkezzen a társadalom irányába. Ezért fontosak szerintem a kutatók éjszakája, és azért fontos minden olyan akció, tudományos akció, ami a nagy tudomány eredményeit juttatja el a társadalom számára. Hát én röviden ennyit szerettem volna elmondani, köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönjük szépen, kedves vendégeink, most, hogy minden generáció elmondta a saját álláspontját a tudományhoz fűződő viszonyáról. Mielőtt még lezárnánk a hivatalos megnyitót, én arra biztatok mindenkit, hogy próbálja meg még egyszer átfutni az igen gazdag programfüzetet, és próbálja meg megtalálni a saját érdeklődésének megfelelő programot. Arra biztatom önöket, hogy látogassanak fel a Leányka úti kampuszra, menjenek át a B épületbe, az Érsekerti épületbe, hiszen mindenhol számos érdekes rendezvény vár mindenkit. 11 órától a díszteremben már készülődik Naftalin Ernő, vagy Panda Csöki Boborján, nem tudom, hogy éppen melyik személyiségét hozta el hozzánk, Dolák Sali Róbert egykori hallgatónk. Ő tart majd egy rendhagyó órát, illetve hát az udvaron is folyamatosan zajlanak a programok. Egy-két technikai információt szeretne még Leskó Gabriella, a program szervezője közölni önökkel, úgyhogy neki adom át a szót, és a nap további részéhez a magam részéről jó szórakozást kívánok. Üdvözlök minden kedves kollégát és minden kedves vendéget. A szép gondolatok után néhány praktikus információt szeretnék elmondani. Mint hallottuk, idén az összes épület és az összes kar bekapcsolódott az intézményről a kutatók éjszakájába, tehát soha ennyi programunk nem volt még talán. Nem könnyű feladat ezt egyben tartani, de ezúton szeretnék minden kedves kollégának és külső résztvevőnek köszönetet mondani, hiszen itt a takarítónénitől a professzorokig mindenkinek nagyon együtt kell működnie,
És ez olyan jól sikerült, hogy úgy tűnik semmi probléma nincs, amit nem is bizonyít jobban az, hogy több mint egy órája nem csörgött a telefonom, hogy valahova valamit intézni kellene, hiányzik egy hosszabbító, nem tudunk valamit megoldani. Tehát forognak a fogaskerekek és működnek a programok. Remélem nem csak a gyakorlati része, hanem az a része is át fog menni, amivel a kollégák készültek, azt az információt, azt a hatást elérik a programjaikkal, amelyben a szívüket, lelküket beletették, én biztos vagyok benne. Én is invitálok mindenkit nagyon sok szeretettel az összes helyszínünkre, ez mind a 7 épület, Leányka úton, Egészségház úton, illetve itt a Líceum épületében. Ezt a Líceum épületet talán most a fő épületnek is nevezhetjük, hiszen itt fognak a legtovább tartani a programok este 11 óráig. A többi épületben 7:30-tól bezárulnak az ajtók, a kapuk és a programok, és utána ide várunk mindenkit a Líceumba, illetve a Líceum udvarra. Hideg idő várható, tehát érdemes felöltözni jó, hogy ne ezért kelljen itt hagyni az érdekes programokat. Én tegnap belepillantottam egy főpróbába, és mondhatom, hogy pazar szórakozás elé nézünk az est folyamán. Mindenkinek nagyon jó szórakozást kívánok. Köszönöm szépen!